A műsor támogatta a Haris Park. Csak azért kérdeztem így meg, mert oké, te szereted a kihívásokat, tehát ez neked pont egy ilyen megfelelő szituáció volt, mert könnyebb akkor ezt még lenne, élvezted. Könnyebb lenne, egyébként könnyebb ez lenne, a probléma, de, nem de ez van. Tehát... Ja, és egyébként humán szempontból, amikor valakinek a gyerekével problémája van, viselkedés problémája van, akkor általában azt szokták mondani, hogy mert az óvónő, mert az iskolába nem nevelik meg, meg stb. Tehát az emberek nagyon nagy részében azért a hárítás, az mindig megvan. Felelősség áthárítás. Mindenki hibás, csak én nem. És ezt azért kérdeztem meg, hogy benned ez felmerült-e, mert egyre többször kerülnek elő olyan sztorik, hogy menhelyekre azért visznek vissza a kutyákat, mert hazaviszem, lövök 2-3 selfit, fölnyomom Facebookra, Instagramra, begyűjtöm a lájkokat, meg a szívecskéket, hogy én milyen frankó vagyok, hogy én egy állatnak segítek, és az az állat az adott esetben 3-4 nap múlva megy vissza a menhelyre. Mert lehet, hogy agresszív, mert félős, mert bepisilt, mert így viselkedik, úgy viselkedik, amúgy viselkedik, és azoknál is, akikben van egy nagyon pozitív érzelmi töltés, és nagyon akarnak segíteni, azok is nagyon-nagyon félre tudják ezt az egész dolgot vinni. Tehát ez egy olyan dolog, amiben nagyon sokan nem gondolnak bele.